Valószínűleg a régi magtár előtt álló Kálai Béni, a dualizmuskor pénzügyminisztere is elégedett lenne azzal, ahogy a kálósemjéni önkormányzat segíti a fiatalokat első lakáshoz jutni. Másfél hete fogadta el a helyi képviselőtestület az új szabályokat, amely szerint mind a használt lakásvásárláshoz, mind az új építéséhez hozzájárul a község, mondta a 35 perc című műsorunkban Belica László, a település polgármestere. Az elmúlt évek folyamán éves szinten 20-22 helyben maradni kívánó fiatal házaspárt, élettársi viszonyban lévő fiatalt, 40 év alatti fiatalt támogattunk ilyen jellegű támogatással. A támogatásnak a mértéke lakásvásárlás, házvásárlás tekintetében 200.000 forint, míg új lakásépítés, házépítés vonatkozásában 500.000 forintos támogatást adunk. Ezt természetesen az önkormányzatunk egy állami támogatás révén méghozzá a szociális keretünk felhasználásával teszi. Természetesen még ezt hozzá kell tenni, hogy a jövedelemhatárokat mindenképpen figyelembe vesszük. Az igényléseket folyamatosan várják. Azok is jelentkezhetnek, akik 2020. júliusa óta vásároltak ingatlant a településen, és megfelelnek a feltételeknek, amelyekről a település honlapján tájékozódhatnak az érintettek. Egyre többen költöznek Kálósemjénbe, ezért szükség volt kerékpárút építésére is. Elmúlt hónapok, hetek vonatkozásában azért a településen lévő kerékpárút kivitelezésénél azért a forgalom átzúdulása, tehát 6-7-8 ezer autó is átjön a településen, azért ez problémákat okozott, illetőleg kellemetlenségeket, mind a helybeli lakosok, mind az átutazók vonatkozásában, de most már a nyomvonal az látható, kézzel fogható, biztonságos lesz a településen lévő kerékpáros közlekedés, gyalogos közlekedés, a település teljes belterületi hosszán megvalósuló beruházásról van szó, több mint 400 millió forintos beruházásról van szó, amit a TOP megyei forrás adott számunkra rendelkezésre. Ami számomra külön öröm még az, hogy a településen két helyen is zebra kerül majd felfestése, illetőleg kialakítása. Itt már a csatlakozási pontok azok megtörténtek. Az egyik az óvoda megközelítését fogja biztonságosabbá tenni, másik pedig az iskola megközelítését a Bem utcánál, illetőleg a Dózsa-György utcánál. A bicikli út az év végére készül el. Bölcsőde is épül a településen annak érdekében, hogy a kisgyermekes anyák minél hamarabb visszamehessenek dolgozni.